Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Babetta Balaton túra. Idén volt a 8. alkalom. Nyílt nap színes programokkal. A Dombóvári új esélyközpontban. Dombóvári Sportiskola Egyesület. Nagy múlt és eredményes jelen az úszósportban. 114-en jelentkeztek a Babetta Balaton túrára. Idén 8. alkalommal rendezte meg a Dombóvári retro motorokat kedvelő baráti társaság a kétnapos kalandot. A résztvevők 70%-ban az ikonikus Babettával érkeztek, de láthattunk Riga, Java, Simpson, Verhovina motorokat is. Sőt, a már nagy motornak számító MZ-k, illetve Pannoniák is csatlakoztak a hétvégi guruláshoz. 8 évvel ezelőtt az úgy jött létre, hogy a Balog Lackó barátunk talált valahol egy fészerbe egy ilyen régi kis Babetta mopedot, ami nagyon megtetszett neki, hiszen ő a fiatal korosztályból tartozik, és nem igazán tudta hova tenni ezt a gépjárművet. Ezért úgy döntött, hogy akkor már működött a közösségi média, megosztotta, hogy ha kap rá 1000 lájkot, akkor körbe motorozza vele a Balatont. Hát sikerült megkapni az 1000 lájkot, úgyhogy elindult az első túra, amin 3 fő vett részt, 2 barátjával elindult bátran. Mi fogadtuk őket, lestük őket, segítettük az útjukat, hogyha kellett az első alkalommal. Ez olyannyira bejött, hogy közösségi médiának hála megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a következő alkalomra már körülbelül 40 fő jelentkezett, hogy csatlakozna hozzánk, közben én is beszereztem egy Babettát, és akkor elindult a második, aztán jött a harmadik, és most már a 8-nál tartunk. Jelen pillanatban 114 indulónk lesz a siófoki hajóállomásról, nyugati irányba indulunk, tehát Fonyód irányába, és 2 nap alatt fogjuk körbekerülni ezt a csodálatos magyar tavat. Bárki csatlakozhat ehhez a rendezvényhez, annyi a feltétel, hogy mivel a KLESZ szabályait be kell tartani, tehát jogosítványa kell, hogy rendelkezzen, tehát akkor 14 éves kortól, hiszen attól már lehet segédmotoros kerékpárt vezetni, egészen a felső határ, a csillagos ég, jelen pillanatban is van 70 körüli indulónk is. Nagyon kiemelném, hogy ez nem verseny, ez egy túra. Itt a lényeg a Balaton szépsége, a barátság és a retro motorok. Vannak fix megállópontjaink, ahol fürdünk, esetleg a Balatonba, megvan, hogy hol fogunk ebédelni, megvan az éjszakai szállásunk, az Révfülöp, az az első napi cél, aztán második napi fő cél az a Balaton világosi kilátó, hiszen onnan tudunk egyszerre begorulni a siófoki hajóállomásra, ugye a célra, ami reméljük, hogy elég látványos lesz, hiszen 114 motor, bízunk benne, hogy meg lesz mindenki a végéig. Ez elég látványos lesz szerintem. A 30 fok feletti hőmérséklet a retro motoroknak nagy ellensége. A legnagyobb kihívásunk az idei évben ez a hőség, ami most eluralkodott az országunkba. Hát én szeretem kimondottan a kihívásokat, tehát úgy gondolom, hogy velem gond nem lesz. Aztán, hogy Piri, ő a Babettám, én így hívom, bírja-e, ez majd dél körül ki fog derülni. Több megállót tervezünk be, többet fogunk fürödni a Balatonba, a motorok a hűsfák alatt addig pihennek, bízzunk benne, hogy ez jól megy. Én úgy vagyok vele, hogy addig a Babettához nem nyúlunk, amíg megy. Tehát az enyém megy és füstöl, nagyon jó szúnyogírtásra is egyébként ez a keverékbenzin, úgyhogy nem mondom, ez az egy hőség, ami kicsit úgy kemény lesz, de hát azért vagyunk, hogy kibírjuk. Hatalmas felkészülést igényel azért egy ilyen túra, hiszen ez 220 kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy hát én már vagy 3 hete elővettem a motoromat, mentem vele 2-3 kört a városba, és úgy döntöttem, hogy akkor ez kész. Tehát bepakoltam egy törölközőt, a tisztálkodási eszközt és a motorhoz egy plusz gyertyát, smirgli van, sárga-zöld szigetelőszalag van, gyors kötöző van, más nem kell egy Babettához. Ennyi volt a felkészülés. A szervezők nagyon büszkék arra, hogy ilyen figyelemre méltó mennyiségű résztvevő csatlakozott. A sorainkban üdvözölhetünk olyan babettásokat is például, mint Farkas Gábor, ő egy szatymazi barátunk, aki épp a hetekbe tért vissza Afrikából, Marokkóból, Barta Zsolt barátjával, akikkel Magyarországra egészen Marokkóig motoroztak el Babettával, és kísérőautó nélkül, tehát visszafele is még Portugáliát is megnézték, úgyhogy bárki bármit mond, a Babetta egy kitartó motor, úgyhogy mi is kitartóak leszünk. A túra legfontosabb jelmondata az a terv, hogy nincs terv. Színes programokkal nyitotta meg kapuit a Dombóvári új esélyközpont az érdeklődők előtt. Minden korosztály vidám hangulatban és jó társaságban töltötte ezt a szombatot az intézmény nyílt napján.
A Dombóvári Ujjesség Központunk 2021. december 31-én nyitotta meg a kapuit, tehát most már lassan 3 évesek vagyunk. Minden évben megrendezünk a családi nyílt napunkat Dombóvár lakosságának, illetve az ellátottjaink számára. Célunk, hogy egy kicsit jobban megismerjen minket a lakosság, és hogy az ellátottjaink lényegében egy kicsit kötetlen program keretében is részt vehessenek nálunk a programokban, a mindennapokat egy kicsit kizárva. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkozunk, nappali ellátás keretében. Nagyon fontos, hogy az év minden napján nyitva vagyunk, hétvégén is, ünnepnap is várjuk az ellátottakat, illetve a hozzánk betérőket. Az ellátási területünk Dombóvárra szól, tehát Dombóvár lakosságát várjuk hozzánk. Különböző csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések, nyitott és zárt programokon vehetnek részt az ellátottjaink, külső trénerek bevonásával ellátotti képzések zajlanak, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni motivációkra, az egyéni konzultációkra, az egyéni beszélgetésekre. Szeretnénk, ha hosszú távon tudnánk együttműködni Dombóvárváros lakosságával. Nagyon hálásak vagyunk Dombóvárváros önkormányzatának. Rengeteg segítséget kapunk tőlük, ahogy a rendőrségtől is, tehát nekik is köszönjük, mert minden rendezvényükön itt vannak és támogatnak minket. És remélhetőleg ez egy nagyon hosszú együttműködés lesz. Van, aki az egészségügyi felmérés miatt érkezett, de nagy volt az érdeklődés az internetes bűnözés megelőzés szakértője tanácsadása iránt is. Sok minden történik ma, van ilyen kézművesség, akkor van vérnyoma, ilyen egészségügyi észévé, akkor van olyan, hogy kis szendvicsek, kicsit eszünk, és akkor hát többféle a gyermekeknek van ilyen festés, és akkor, hogyan mondjam, és délben meg majd lesz ebéd. De lesz itt a rendőrség is, ilyen gyerekeknek ilyen bemutató, úgyhogy még meg, látom, már zenekar is lesz, meg gyermekek fognak ez a kötéltánc. Nyugdíjas vagyok, és szeretek idejárni, igyekszem részt venni. Én már majdnem az elejétől úgy voltam itt, vagy vagyok is itt, sok mindenben így részt veszünk, úgyhogy vannak így hétköznapok is, ilyen előadások. Színes programokkal készültünk a mai napon, igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. Pápai László énekes és zenepedagógus nosztalgiadalokkal szórakoztatja majd vendégeinket, aztán a Dombóvári Kötélugró Sportegyesület növendékeinek ugróköteles bemutatója fog következni. Itt van körünkben Tóth Szilvia, a Dombóvári Rendőrkapitányság rendőrfőtörzs zászlósa, aki a bűnmegelőzés tart tájékoztatást, online elkövetett csalásokról és visszaélésekről tart ilyen felvilágosítást az érdeklődőknek. A legkisebbekre is gondoltunk, arcfestéssel, csillemtoválással készültünk, illetve lehetőség van aszfaltrajz készítésére is. A Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából lehetőség nyílik egészségügyi állapotfelmérésre. Aztán az alkotni vágyok kézműves csoportokban tevékenykedhetnek. Itt van körünkben Berkné Farkas Edit foltvarró csoportja, illetve Szemes Melinda. Nagy Imre a Safer Internet képviseletében biztonságos internet használatról tart előadást, és egy kis online quizzel is készült a mai napon. Hideg italokról, zsíros kenyérről gondoskodunk, illetve a Róna Kft. Felajánlásával vadpörkölt ebédet fognak kapni a jelenlévők. Már harmadik alkalommal rendezzük meg a nyílt napunkat, aminek a célja, hogy a Dombóvár lakossága megismerje intézményünket, és szükség esetén tudjanak segítséget kérni, tudjanak hova fordulni. Intézményünk pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkozik, tehát főleg függőségekkel vagy pszichés problémákkal keresik meg intézményünket, illetve ebben tudunk segítséget nyújtani az érintetteknek. A pszichés problémák sok embert érintenek, hozzájárul a nehéz anyagi helyzet, az egészségügyi állapotuk romlása, illetve az őket ért különböző élethelyzeti nehézségek, válságok, és így nekik próbálunk segítséget nyújtani a hétköznapokban. 110 ellátottunk van, tehát ez egy állandó létszám. Ha valaki kiesik esetleg valamilyen oknál fogva, akkor tudunk új főt felvenni az ellátásunkba. Főként idősebbek, tehát jelenleg az idősebb korosztály a jellemző, de vannak fiatalabb, aktív korú ellátottjaink is.
Illésné Szabó Rita 4 gyermekkel érkezett a rendezvényre. Vidáman jöttünk, gyerekek is jól érzik magukat, szeretünk ide járni, mindenki ismerős, szeretjük egymást, mindenkiről tudunk már nagyon sok mindent, és vidáman is megyünk el. Már többször voltunk itt, mert nagyon régóta ide járunk már. Mi is a Gábor előadására szoktunk jönni, a Mónikáékkal vagyunk, most a Gabi, én hozzájuk tartozom. Úgyhogy mindent az ég adta világon el tudok nekik mondani, meg tudunk beszélni. Aranyosak, titoktartóak, és mindenben tudnak segíteni, amit csak kérünk. Az úszósport nagy múlttal és eredményekkel rendelkezik, melynek képviselői a Dombóvári Sportiskola Egyesület. A város napján ők kapták a Dombóvár elismert közösségi díjat. A klubban azóta is rendületlenül folyik a munka, ismerkedjünk meg vezetőivel. Dombóváron tényleg nagyon régóta létezik úszás. 1930-as évektől már létezett ez a sportolási forma, de hivatalosan és szakosztályi formában a versenyúszósport 1973 óta működik. 2003-ban tehát tavaly ünnepelte a Dombóvári úszósport a fennállásának 50 éves jubilómi évfordulóját. Erről meg is emlékeztünk Gunarosban egy úszó találkozó és egy hazai házi úszóverseny keretében, ami nagyon jól sikerült. És szerencsére mindig elhivatott edzők és sok ügyes gyerek volt a dombóvári úszósport aktív részese. Így volt ez a kezdetektől, így volt ez az elmúlt évtizedeken át, mind a mai napig. És a dombóvári úszósport tényleg, mint tudjuk, Rózsa Norbert személyében olimpiai bajnokot is adott a magyar nemzetnek, illetve olimpikont is adott, utánpótlás válogatott versenyzőket adott, és rengeteg magyar bajnokot is adott. Az úszóink elsősorban utánpótláskorú versenyzők, akiknél még az a fejlődési tendencia nem teljesen egyértelmű, hogy mivé válhatnak. Bármint mondtam, vannak nagyon tehetséges úszóink, de ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, ahhoz nagyon sok dologra szükség van. Ez egy nagyon összetett kérdés. És hogyha tehetségüket ki akarják bontakoztatni a későbbiekben, és tényleg komolyan veszik a versenysportot, és hivatásuknak tekintik, akkor van egy-két olyan versenyző, aki komoly szakemberek mellett, gondolok itt pszichológusra, dietetikusra, sportmasszőrre, olyan edzési lehetőségekre, olyan konditeremre, amely rendelkezésre áll. Valószínűleg ezek már nem dombóvári keretek között tudnak megvalósulni, de hogyha ezek mind összejönnek és a csillagzatok szerencsésen állnak, akkor talán még ez is bekövetkezhet. Nagyon magas színvonalú szakmai munka folyik. Első körben nyilván ez a legfontosabb feladatunk edzőknek és szakosztályvezetőknek. Ez jelenleg úgy néz ki a szakosztályunk, hogy 6 csoporttal dolgozunk, több mint 110 gyerekkel, és ebben 5 edző vesz részt ebben a munkában, illetve ezen kívül van még egy olyan segítők, illetve vezetői réteg, akik az adminisztratív és pályázati, illetve egyéb szervezési feladatokat ellátják. Ezen kívül, a szakmai munkán kívül igyekszünk az Egyesületben minél jobb környezetet, hangulatot és közösséget létrehozni. Ebből kifolyólag sok olyan programjaink vannak, amiket magunknak szervezünk tulajdonképpen. Ilyenek a családi napok, a házi versenyek, illetve az ünnepnapokon történő megemlékezések. Ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak, mert nem csak a szakma, amiért a gyerekek itt vannak, hiszen úszni már megtanultak, tudnak, és sokuk közülük már versenyző is, de azt gondolom, hogy ez csak akkor működhet jól, ha szakmai felkészítés mellett egy jó hangulatú oldott közegben tudnak dolgozni. Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert a szülők és a város egyaránt támogatnak bennünket a munkánkban, nyilván lehetőségeikhez mérten. A szülőkkel általában viszonylag jó a kapcsolatunk. Nyilván ők a szakmai munkába nem igazán folyhatnak bele. Ebből azért néha van egy kis félreértés, de azt gondolom, hogy
hogy jól működik a kapcsolat. A város pedig támogatásáról mindig is biztosított minket. Tavaly egy 50 éves jubileum, illetve 50 éves a Dombóvári úszás címmel egy közös programot szerveztünk a várossal, Gunaras gyógyfürdőben, ahol sokan megjelentek, és azt gondolom, hogy egy jó hangulatú napot tölthettünk. Én nem szeretek terveket szövegetni, főleg amik az eredményekkel kapcsolatban hangoznak el. Pláne az tekintetben, hogy nagyon-nagyon magasra tettük már az elmúlt években a lécet, és mindig azt beszéljük így a kollégákkal, hogy ha csak tartjuk, már elégedettek leszünk, és még azóta is túlszárnyaltuk ezeket az eredményeket, úgyhogy azt gondolom, hogy ha most tényleg azt mondom, ha ezt tudjuk tartani, főleg húzamosabban jövőre nézve, akkor abszolút elégedettek lehetünk. Rengeteg országos bajnokunk lett, illetve azt gondolom, hogy az elmúlt évek legsikeresebb eredményeihez tartozik, hogy most már korosztályos bajnoki csúcstartónk is van, aki nem egy számban tartja a korosztályos csúcsot, illetve nagyon sok olyan úszót látok, akiben benne van ez a potenciál a jövőben, vagy esetleg benne lehet. Tulajdonképpen itt a mi munkánk, ez egy folyamat. Mindig vannak kimagasló eredmények, és mindig lesznek. Én a kisebb korosztályokban dolgozom, és látom, hogy kik azok, akikből esetleg később nem csak hogy versenyúszó, de esetleg olyan szintű versenyúszó is lehet, aki országos bajnokságot is nyerhet, vagy legalább ott lehet a legjobbak között. És azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ja, nagyon régi épület, 50 éves maga az épület is, amiben az edzések zajlanak. Egy négypályás, 25 méteres medencéről beszélünk, ahol sok-sok csoportnak kell egy nap folyamán együtt dolgozni, illetve nem is együtt, hanem egymás után váltakozva dolgozni. Illetve ahol jelenleg vagyunk, a nagyoknak már a szárazföldi kondiedzés is nagyon fontos tevékenységi köre, és hát valóban nem a legkifogástalanabbak ezek a körülmények. Viszont valóban a városvezetés egy sportkomplexumra adta be pályázatát, illetve támogatási igényét. Ezzel kapcsolatban ugye engedélyeztetési tervek készültek, kiviteli tervek készültek, de sajnos közben jött a Covid időszak, illetve a háborús időszak, és mint tudjuk, az Európai Uniós források úgymond leálltak, illetve csak csordogálnak, így rengeteg ilyen magyar projekt, köztük ez is várakozó állásponton van, nem lett leállítva, de várakozó állásponton van. Én úgy gondolom, hogy Mihelyest forráshoz jut az önkormányzat, ki lehet írni a közbeszerzést, és akkor valóban megkezdődhet egy építkezés, ami körülbelül 2 évet vesz igénybe. Valóban nagyszabású, több milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely egy 6 pályás, 25 méteres úszoda mellett egy nagyon fontos tanmedencét is tartalmazna, illetve kosárlabdapályát, lelátóval, lőteret, illetve sportlövőknek is biztosítana területet, a hozzátartozó, kiszolgáló helyiségekkel természetesen. Nagyon várjuk, hogy ez a pillanat egyszer tényleg bekövetkezzen, és a dombóvári úszás jövőjét szolgálja. Nagy büszkeséggel tölthet el minket, hogy a képviselőtestület érdemesnek tartotta a szakosztályt erre az elismerésre. Bizonyára motiváló edzőknek, gyerekeknek egyaránt. Szerencsére sok-sok díjazottunk, kitüntetettünk van már az úszósport berkein belül, mint úszó. És hát azt hiszem, hogy most az Egyesület, a szakosztály is részesül egy ilyen elismerésben, ami a közösség erejét is jelzi. Ez azt hiszem, hogy az egyik legfényesebben csillogó pont lehet az Egyesület életében, úgyhogy ezúton is köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!